Nyilván nem véletlen, hogy akár a mai napok programja, vagy a mai nap programját, akár a tegnapi előadásokat, panelbeszélgetéseket nézzük. Valahogy az Európai Uniós létünk, valahogy Európa állapota mindig visszaköszön az előadások beszélgetés során. Ennek egyik oka a május 9-én ünnepelt Európa nap közelsége. Ha Európa nap, akkor Robert Schumann a remény alapja a népek körében napról napra világosabban megnyilvánuló békevágy, amelyet az állami vezetőknek is figyelembe kell venniük. Ezt az idézetet írt aki politikai igazgató úr május 9-én a Facebook oldalára. Hozzátette azt is, és igazából innen indítjuk a mai beszélgetést, hogy május 9-én a Schuman nyilatkozat aláírásának évfordulójára emlékezünk. Ugye ez az a nyilatkozat, amelyben Robert Schumann, francia külügyminiszter, egy új politikai Együttműködést lázolt fel az Európai Unió számára, annak érdekében, hogy a kontinens országai között soha többé ne törjön ki háború. Igazgató, úr, hogyha visszatérünk ehhez a gondolathoz, és nagyon nehéz nem elvonatkoztatni, vagy bocsánat, nagyon nehéz elvonatkoztatni a háborútól, amit a szomszédunkban zajlik, mik a háború indításának előfeltételei. Miért tartunk megint itt? Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy, hogy itt lehetek. Köszönöm a kérdést is, nehéz helyzetbe hozott, mert rendkívül sokféleképpen meg tudom közelíteni a választ, és most kicsit zavarban is vagyok, hogy melyik irányba induljak el. Ha szabad, akkor a, a béke projekt elképzelés kapcsán beszélnék. Hát nyilván az, hogy az ember mit rak ki május 9-én a a Facebook oldalára, az, az, olyan napokat élünk, hogy egy picit arról is szól, hogy a háborúpárti Brüsszelt mivel akarja piszkálni, és mi mással lehetne legjobban piszkálni, mint hogy az Európai Unió alapító atyái, és azok közül is az egyik leghíresebb, Ő maga pont az Európában a második világháború lezárását követően kialakuló és stabilizálódó békét jelölte meg, mint az Európai Unió legfontosabb szándéka, és ehhez képest most minden nap megyünk, járunk Brüsszelbe különböző tanácsüléseken, és mindenki geopolitikáról, háborús műveletekről, újabban megnyíló frontokról, konfliktusokról, és minden másról beszél, miközben hát azért Európa gazdasági értelemben ráadásul nem áll jól egy világpolitikai versenyben sem, tehát... tehát nyilván az, az embernek néha érdemes visszamutatni, ha már nincsenek is pontosan ugyanolyan alapító atyáink, mint az amerikai Egyesült Államok esetében, de akiket legalább a föderalisták annak tartanak, vagy azzá szeretnének fölépíteni, azért ők sok esetben nagyon másként gondolkodtak kereszténységről, európai nemzetek közötti együttműködésről, háború béke ügyéről, mint ahogy most mi sokszor kioktatásként megkapjuk Brüsszelből, hogy hogyan kell európaiként ezekről a kérdésekről gondolkodni de ugye, ugye az európai, de valahogy a kérdés, de valahogy a kérdésből az a gondolat indult el bennem, hogy ugye Európa és Európa, Európa eszméje, azon, azon nagyon sokat lehet már önmagában egy külön szabad előadást lehetne tartani Európa eszméjéről, és hogy mikortól számítjuk, és hogy pontosan mit is értünk um, alatta. Ugye Nietzsche mondta, hogy definíciója, meghatározása egy derékszögű háromszögnek lehet, de Európának nem. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az, ami, mi, az, ami, mi az, amit Európa jelent, mi Európa eszméje, de az biztos, hogy egy több ezer éves, vagy minimum ezer éves történetről van szó. Az Európai Unió története pedig egy, egy 70 éves történet, az Európa eszméjével kapcsolatos történet legutolsó fázisa. Ami, ami a második világháború borzalmai után, arra épült, hogy képesek vagyunk Európa nemzeteit a békés egymás mellett élés és a kereskedésből származó kölcsönös gazdasági előnyök mentén egyben tartani, együtt működtetni és ezáltal az európai kontinensen a béke, a biztonság és a, és a, és a gyarapodás feltétele rendszereit kialakítani. Ami a második világháború, meg az első világháború előtt akkor is voltak lokális katonai konfliktusok, de tulajdonképpen jellemezték korábban Európát. Na most, ha ebből a szempontból. És, és kétségtelen az is, hogy Európa elmúlt 70 éves története, az ebből a szempontból nem sikertelen, sőt, egészen a legutóbbi időkig ez egy nagyon-nagyon sikeres történet, hiszen valóban az Európai Unió országai között katonai konfliktusok nem törtek ki, régen a politikai konfliktusok rendezési módjának bevett gyakorlata volt a katonai konfliktus indítása, ez jelen pillanatban nem része az Európán belüli diskurzusnak, és az is igaz, hogy a a Szovjetunió összeomlása előtt a nyugati része Európának egy prosperáló, gazdaságilag nagyon fejlődő időszakot élt át. A Szovjetunió összeomlása után, és amikor a kelet-európai, tehát a szovjet uralom alól felszabaduló blokk pedig bekerült Európába, akkor ők, tehát a kelet-európai blokk élt meg egy gazdaságilag nagyon prosperáló időszakot. Ez most már nyugat-európára nehezebben mondható el, tehát ott inkább talán a stagnálás gazdasági, vagy általános értelemben a stagnálás jelei mutathatók, de kelet-közép-európa, benne Magyarország, szomszédos országok is, hogy alapvetően felívelő időszakot tudhatnak magáinak. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, és ez zárnám a választ, hogy ha ezt a rövid történetet felvázoljuk, és persze még rengeteg leágazásba el lehetne menni, akkor egy dolog biztos, hogy ez nem egy ütvtörténet, aminek csak egyféle vége lehet. Tehát az, hogy ennek a történetnek, ennek a kísérletnek, ennek a kezdeményezésnek, ennek a gondolatnak, amit Európai Uniónak nevezünk, ami mi, és ami gondolati keretben ezt, a, ezt, a, ezt az egészet elgondolták, vagy elképzelték 70 évvel ezelőtt, és aztán minden egyes generáció képes volt egy új gondolatot, hogy valamit hozzátenni ez az Európa, Európa gondolathoz, ez, ez egyáltalán nem egy befejezett munka, ez nem egy lezárt, hogy mondjam, egy, 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 egy lezárt elképzelésrendszer. És ugye az új generáció nem képes újrafogalmazni azt, hogy mit jelent számára Európa, akkor bizony bizony, amit mi most evidenciának tekintünk, hogy ez az európai integráció, amiben élünk, ez bizony bizony meg is szűnhet. Tehát ez nem lehet adottságként tekinteni. magyar stratégiai gondolkodás szempontjából pedig egy folyamatosan vizsgálni kell azt, hogy Magyarország az ő nemzet stratégiai céljait ebben az együttműködésben meg tudja -e valósítani. Szerintünk ezt minden nap vizsgálni kell, és minden nap arra jutunk, hogy igen, Magyarországnak ebben az európai együttműködésben kell a stratégiai céljait megvalósítani, de az, hogy az, ennek az európai együttműködésnek mi lesz a sorsa, mennyire lesz sikeres a következő évtizedekben, ez, ez ilyen menetből, business as usual logikával, csak abból kiindulva, ami eddig volt, és eddig történt, ezt, ezt nem fogjuk tudni megoldani. Tehát ebben nekünk, magyaroknak, a közép-európai térségnek igenis nagyon aktívan kell részt venni, és az ebből eredő esetleges konfliktusokat, meg nehézségeket, meg egyet nem értéseket egyáltalán nem szabad személyesnek venni, sőt azt kell mondani, hogy ahhoz, hogy megtaláljuk az európai integrációt a következő évtizedekben is tovább lendítő erőt, ahhoz, ahhoz ahhoz az Európa jövőjéről szóló beszélgetésekből eredő esetleges konfliktusokra egész egyszerűen szükség van. Nézzük azért meg ezt a jelentést, mielőtt itt a jövőre kitekintünk, hiszen ugye a múltból táplálkozunk, éljük a jelenünket, ami olyan, amilyen, és meg is kérem erre, hogy próbáljunk azért valamilyen pillanatnyi látleletet erről az integrációról most adni. Hogyha visszatekintünk, hogy visszatekint az Európai Unió elmúlt 70 évére, ha visszatekintünk arra az időszakra, amikor eltűntek a demarkációs vonalak a külső meg a belső körös államok között, és ha csak visszatekintünk erre a lassan két évtizedre, amit Magyarország az integráció részeként él, akkor mit tart az európai integráció legfőbb vívmányának, és tegyük hozzá gyorsan azt is, hogy jelenleg egy milyen Európának, azon belül egy milyen európai Uniónak tagja Magyarország? Hát ugye ez két dimenzió, és két dimenzióról beszélünk, menjünk bentről kifelé. Ugye, hogy Európai Unión belül és Magyarország számára, Európán belül mi a legnagyobb vívmány, és aztán ennek az egész európai közösségnek mi a szerepe a világban. Hogyha Magyarország szempontjából közelítjük meg a kérdést, szerintem a válasz az teljesen egyértelmű. Tehát számunkra az mi Magyarország. Magyarország egy Európa közepén elhelyezkedő ezer éves állam, ami jelen pillanatban egy rendkívül nyitott, rendkívül exportorientált, tehát termelésre berendezkedett, és a termékeinket, a jó minőségi termékeinket külföldi piacokon eladó ország és az ezzel összefüggő gazdasági szerkezet, ami minket jellemez. Tehát mi a mi érdekünk? A mi érdekünk a konfrontáció elkerülése, és a mi érdekünk a minél, hogy mondjam, összetettebb kereskedelmi kapcsolatoknak a megléte. Ebből a szempontból számunkra az Európai Unió azért fontos, mert ezen keresztül férünk hozzá a közös piachoz, és ezen keresztül tudjuk az általunk megtermelt Termékeket, a magyarok vagy az itt itt lévő külföldiek által megtermelt termékeket eladni az Európai Unió országaiban. És az Európán kívüliek is részben azért gondolkodnak bennünk, azért kereskednek velünk, mert ezen keresztül férnek hozzá az Európai Unió piacaihoz. Erről rendkívül keveset beszélünk, de, de a, a legnagyobb vívmány az ez. És a magyar gazdaság, magyar hogy mondjam, Magyarország stratégia szempontjából ez a legfontosabb vívmány. Tehát amikor azon gondolkodunk, hogy, hogy ugye az elmúlt 10 évben az Európai Unió átlagos fejlettségéhez szín, képes, meg tudtuk lökni az országot, és egy ilyen 65-67 százalékos fejlettségi átlagból föl tudtuk tolni, egy ilyen, ilyen 76-78-79, 80 körülére beérő fejlettségi átlagra, akkor ugye most azon gondolkozunk, hogy a következő 10 évben hogyan lökjük föl 90-ig, és ahhoz az, hogy Magyarország egy, egy a a méretéből, a földrajzi elhelyezkedéséből, a történelméből, a kulturális adottságaiból következő lehetőséget, hogy egy, 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 egy gazdasági erőközpont, egy kereskedelmi központ, egy világok találkozási helye legyen, és az abból eredő felhajtó erőt ki tudjuk használni. Ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha, hogyha az Európai Unió részei vagyunk, és az Európai Unión belül a közös piac, az, az jól működik. Tehát szerintem ez a, ez a legfontosabb. És minden már, tehát nagyon sok olyan vívmány van, ami ehhez kapcsolódik, csak azt tudjuk, hogy ehhez kapcsolódik. Tehát tehát Schengent nem azért vezették be az Európai Unió alapító atyái, hogy nekünk megkönnyítsék az életünket, persze, persze ez is nyilván a dolog része volt, de az, hogy az áruforgalmat megkönnyítsék. Az eurót nem azért vezették be, hogy nekünk ne kelljen, ha kimegyünk... Bécsben, vagy ha a bécsiek kimennek Berlinbe, akkor ne kelljen sorba állni a pénzváltónál. Persze ez is a dolog része volt, hanem hogy az árukereskedelmet, az áruforgalmat könnyebbé tegyék. Tehát azok a vívmányok, amelyek egyébként valóban könnyebbé teszik az európai az Erasmus programot, miért vezették be az Erasmus programot, meg az akadémia együttműködést, meg még az ilyen szoftos kutatási együttműködések is, azért vannak, hogy az a tudástranszfer, ami aztán a gazdasági együttműködést erősíti, az aktívabb legyen. Tehát persze örülünk annak, hogy a diákok nyelvek, de mi a dolognak az értem? A közös piac és a közös gazdasági térség megerősítése. Tehát minden olyan vívmány, amit egyébként hagyományosan az egyik legfontosabb vívmányának tekintünk az Európai Uniónak, persze van egy európai emberek számára kézzelfogható a mindennapi életben is látható haszna, de az egész mind visszavezethető arra, hogy, hogy itt egy közös, Kereskedelemre épülő térségben gondolkodunk. Szerintem ez a legnagyobb előny. A hátrányokról talán nem kérdeztél, azt lehet, hogy később érdemes, kér, később érdemes erről is beszélni. A, ugye az, hogy az Európai Uniónak pedig pontosan ebben a globális térben milyen szerepe kell, hogy legyen, ez az, a, ez az a kérdés, ami jelen pillanatban leginkább foglalkoztatja Európa vezetőit, és ezzel kapcsolatban van az egyik legkomolyabb konfliktus. Miből következik? Nem Európából következik, hogy ez így van, hanem az Amerikai Egyesült Államok és a Kína közötti erősödő rivalizációból következik. Most nem mennék bele, talán ha, ha lesz időnk, vagy egy másik beszélgetés hogy miért erősödik Amerika és Kína közötti rivalizáció, mi az amerikai elgondolás és stratégia, mi a kínai elgondolás és stratégia. De kétségtelen, hogy ez az erősödő rivalizáció, ami a 90-es évek, 2000-es évek elején még nem volt, ez Európa pozícióját is megkérdőjelezi, és az európai vezetők számára szükségesé teszi, hogy újra gondolják azt, amit, amit eddig gondoltak két markáns elképzelés van. Az egyik markáns elképzelés az az, hogy Európának részben a korábbi hagyományokra építkezve, hiszen sajnos szerintem még mindig ugye az a helyzet, hogy Európa biztonságát a II. világháború óta az amerikai Egyesült Államok biztosítja. Tehát minket és az összes európai fővárost valójában az amerikai katonai erő és az amerikai katonai fölény tart biztonságban. Ezért természetesen hálásnak kell lennünk az amerikaiaknak, de természetesen ennek ára van, hiszen, hiszen, hiszen nyilván az amerikai oldalról elvárások. Fogalmazódnak meg ezért az önfeláldozásért cserébe, külpolitika és egyéb területen is. Ez hosszú évtizedek óta az Európának komoly problémája, amiről mi szintén hosszú évtizedek óta beszélünk, és szeretnénk megoldani úgy, hogy az európai védelmi kapacitásokat erősítjük, de egészen eddig erre nem nagyon volt fogadó készség. A magyar kapacitások erősítését kezdtük el. Na most ebből, a, ebből az alapszituációból, Következik az a, az a gondolat, aki amelyik azt mondja, hogy ez ennek eddig is voltak előképei, és Európa túlélését valójában az Amerikai Egyesült Államokkal való stratégia, még erősebb összeszövetkezés, és az amerikai érdeknek tulajdonképpen egy nyugati érdeknek történő megfeleltetése révén tudnánk, tudnánk a kontinens jövőjét biztosítani. Van egy másik elképzelésrendszer, ez is hagyományos. Több évtizede ismert, amelyik azt mondja, hogy nem erről van szó, hanem Európának egy, 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 egy persze képesnek kell lennie megvédenie magát, de alapvetően egy békére, diplomáciára, gazdasági kereskedésre és a különböző erőközpontok közötti közvetítésre alapuló stratégiát kell vinnie és az abból eredő előnyök tudják a kontinens lakói számára szükséges békét, jólétet, biztonságot biztosítani. Mi azt gondoljuk, hogy Európának inkább ez az érdeke, a, az erősödő geopolitikai helyzetben inkább ezt a stratégiai irányt kellene erősíteni, nem vagyunk egyedül, többen gondolkodnak hasonlóképpen Európában, és azon túl, hogy ez szerintünk a jó európai perspektíva is ez, azon túl a magyar perspektíva pedig mindenféleképpen. Tehát a magyar érdek pedig Magyarország számára a magyar érdek mindenféleképpen ez kellene, hogy legyen. Ez a következő éveknek egy nagyon-nagyon egy komoly vitája lesz. Most még nem is tudjuk, de ha egyszer egy, egy, egy begyullad ez a konfliktus, akkor ugyanúgy, ahogy az orosz ukrán konfliktus egy csomó mindent begyújtott egy másfél évvel ezelőtt, de nagyon komoly, ez a, nagy, nagyon, nagyon nagy esély van arra, hogy ez a kérdés a világpolitikai színpadra úgy kerül, mint az egyik fő ügy. Balázs, ezt az érdeket, amit most az imént fölvázoltál, melyik vízió Ö hozhatja majd el a jövőre nézve. Tehát, hogyha az Európai Unió integrációjához térünk vissza, akkor ugye folyamatosan két álláspont áll egymással szemben. Az egyik az Európai Egyesült Államok víziója, a másik pedig a szuverén erős nemzetállamok közössége. Ugye ezt a címet is adtuk tulajdonképpen a beszélgetésünknek, hogy nemzetállamok a 21. században. Én azt javaslom, hogy most tegyünk egy kérdőjelet emögé. És hogyha visszatekintünk egy picit az elmúlt évek a kontinens válságaira, akár a migrációról, akár ugye nemrég a koronavírus járványról beszélünk, azt látjuk, hogy nagyon komoly globális, tehát az egész kontinens, sőt azon túl is érintő problémákról van szó, de az üdvösek, a tagállami megoldások lettek, tehát globális problémákat lokálisan tudtunk kezelni. Itt ugye a, a, gyors döntés, a gyors reakció, a határozott lépések gyakorlatilag életekről döntöttek. Tehát, hogyha egymás mellé tesszük az Egyesült Európai, vagy Egyesült Államok Európáját, vagy a szuverén nemzetek Európáját, akkor tulajdonképpen ez a kérdés el is dölt, hogy melyik a működőképesebb, és melyik szolgálná jobban azt a célt, amit fölvázoltál korábban, vagy az európai közösség érdekét? Hát ugye ez egy nagyon, nagyon nehéz ügy. Én mindig, tegnap is volt egy előadás az elnökségi ülésre felkészülő diplomaták előtt beszéltem erről, és a diákjaimnak is ezt szoktam elmesélni. Én, én, én nagyon szeretem Portugáliát, nem tudom, hogy önök közül hányan voltak Portugáliában, egy fantasztikus ország fantasztikus emberekkel, fantasztikus kultúrával, történelmmel igazi európai erőközpont, hosszú-hosszú évszázadok óta. Most azért mégiscsak, tehát hogy ha arról, viszont ha arról kérdezném önöket, hogy mondjuk Portugália és Magyarország köz történelmében az elmúlt ezer évben, vagy geopolitikai gondolkodásában az elmúlt ezer évben mi volt a közös pont, mi az az alap, amire építkezni tudunk, Hát nem tudom, most itt nézek önökre, nem látom, hogy valaki úgy nagyon mondana valamit, nem tudom, Eusebio, meg ilyenek előjönnek, tehát, tehát, de az, első három, tehát az első három között a foci biztos, hogy előjön, ami azért szerintem a foci nemzetstratégia, de azért, de azért, de azért, de azért mégis, tehát amikor azonnal mondjuk ilyen szoftosabb irányokba indul el a gondolkodásunk, akkor az mutatja, hogy hát azért, azért nehéz ezt a dolgot. Ami teljesen érthető, hiszen Portugália az Atlanti óceán partján fekvő tengeri ország, gyarmati múltal, afrikai, dél-amerikai fókusszal, míg mi egy közép-európai szárazföldi ország vagyunk, a kárpát menencét határoló hegyek által körülvéve. Tehát, és ha felszállunk egy repülőgépre Budapesten, akkor előbb tudunk leszállni Irakba, mint Lisszabonba. Ugye ezt is elfelejtjük. Tehát, tehát egyszerűen rövidebb ideig tart az út. Erről senki nem beszél, meg senki nem gondol rá, de, de rá tudja, hogy a gondolkodásunk mennyire. És a jelen pillanatban ugye az Európai Unióban több mint 30 szakpolitikai területen Portugáliával közösen gyakoroljuk a szuverenitásunkat. Tehát amit, amit, amit a portugál kormányzati képviselő szavaz, az van Magyarországon. Amit a magyar kormányzati képviselő szavaz, az van Portugáliában. És ez mindenki egy adott, ez mindenki úgy, ja, hogy persze, hát miért ne lenne? Hát, hogy na, na. De hát ez, ez, a világ legnehezebb dolga. Tehát, hogy ez a, ez a, dolog működjön, és a portugálok értsék, hogy nekünk mi a fontos, és mi értsük, hogy a portugáloknak mi a fontos, és ezekben a dolgokban tudjunk legkisebb közös többszöröseket találni, ez nem egy, nem egy adottság, nem egy, nem egy ilyen, ez ilyen napi, napi ügymenet, hanem hanem ez a legnehezebb intellektuális feladat. Ezért aztán az, hogy az európai integrációt, amit egyébként bővíteni szeretnénk, tehát több országot szeretnénk be, be, belevonni. Egyes területeken sokan mondják azt, hogy még mélyíteni is kellene. De hogy ez egyben legyen tartva, az, az, az egy nagyon-nagyon komoly kihívás. Na most a kérdés az az, és valójában ez az, amiről te is megpróbáltad feszegetni, hogy hogyan tartod egybe. Ez kétféleképpen lehet erőből, erőből, oktrojáltan, valaki megmondja, hogy mi lesz. Vagy, vagy nyitottsággal, diplomáciával, kompromisszummal, tárgyalással. És én valójában, igazából amikor, amikor a, a, amikor a supranacionális, tehát nemzetek fölötti Európa versus nemzetek Európája képet ugye valaki fölfesti, és ezt a dilemmát fölvázolja, és ezen, ezen előadás cím mögé oda teszi a kérdőjelet, akkor én valójában ezt a mögöttes intellektuális vitát, meg a mögöttes intellektuális, hogy mondjam, kérdést, azt eképpen látom, hogy ezt mivel tartod egybe? Erőből, oktoraját módon, központból irányítva, vagy a résztvevők által, résztvevők egyenjogúságát, hogy mondjam, egyenlőségét, szólásszabadságát tiszteletben tartva, egyfajta diplomáciai kompromisszum kereső megoldással megpróbálod egyben tartani. A probléma az az, hogy az Európai Uniónak a vezetői Brüsszel egyes intézményeinek vezetői, mivel hogy nagyon-nagyon sok kihívás van, és mivel hogy valóban igaz az, hogy sok esetben értelmes dolog lenne, hogy mondjam, az, hogyha Európa egységesen tudna reagálni a kihívásokra, ezt ők érzik, hogy ez egy értelmes dolog lenne, de ugye olyan nagy a nyomás, meg olyan nagy az időprés, hogy egyszerűen nem, nem nem szánják rá, nem, nem, teszik bele azt az energiát, nem szánják rá azt az időt, vagy nem elég jók, nem teszik össze azt a, nem, nem teszik bele azt a, vagy nincs, nincs, olyan képességük, nem annyira jó vezetők, hogy képesek legyenek ezt az egységes föllépést, egy, egy diplomácia, egy mindenkit meghallgató, az érdekeket állandóan összefésülő és összerendező, hogy mondjam, tárgyalás technika útján előidézni. Ez a probléma, hanem oktroját megoldások vannak. És attól persze az egész azonnal konfliktussal terhelt, törik szét, ugye az tagállami ellenállásoknak a, a, az, az mint, a, mint, az ilyen hullámtörő, megtörnek, a, megtörnek rajta a hullámok, és hát valóban a tagállamok azok még mindig azért itt, itt ezek, ezek komoly több ezer éve kipróbált, vagy intellektuális értelemben több ezer éve kipróbált politikai rendszerek, amik a gyakorlatban parlamentális demokráciáként több száz évben működnek, tehát a vezetők és a vezetettek közötti viszony az direkt, tehát tudjuk, hogy kinek kell megfelelni, a magyar kormány tudja, hogy a magyar állampolgárok választják meg, hogyan négy évente megtörténik a felhatalmazás, közvetlen elszámoltathatóság van velünk, tehát azért itt a kormány, amik minden európai kormány tudja, hogy a tagállamok van élő állampolgárok elvárásainak meg kell felelni, és olyan politikát kell folytatni a felmerülő ügyekben, ami az ő elképzelésének megfelel. Ugyanez, a, ugyanez a, a, az alap, vagy ugyanez a gondolat a brüsszeli intézmények szintjén nincsen meg. Ez okozza a feszültséget, és ezért van az, hogy a tagállamok időről időre leszakadnak, és egyébként eredményes nemzeti megoldásokkal próbálják a válságokat kezelni. Ettől függetlenül még tény az, hogy az lenne a jó, ha Európának olyan vezetői lennének, akik, a, akik az egység megtartása és minden egyes vitás kérdésben történő újra keretezésére alkalmasak, erre nyitottak, ezt szeretnék, ezt, 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 ezt tartják a siker fokmérőjének, és megvan az a politikai képességük, hogy ezt elérjék. Az a gondunk nekünk, és azért vagyunk velük rendkívüli módon kritikusak, mert a bizonyos esetekben azt látjuk, hogy ez nem így van. És valahol ugye ez a testtartás az oka annak is, hogy ugye folyamatosan arról beszélünk, bár, bár ki, -ki ezt a saját szájizének megfelelően értelmezi, vagy definiálja, hogy vannak közös európai értékek, van európai identitás, de valahogy ez az intézmény mégsem tud egy egységes közösségként működni. És még valami eszembe jutott ezzel a kapcsolatban, amire utaltál balás, hogy hogy lehet megállt parancsolni az Európai Bizottság törekvéseinek, amelyekkel ugye azt látjuk, hogy folyamatosan próbálják, és nem csak próbálják, hanem háttérbe is szorítják a, a, tagállamokat, megkérdőjelezik, sőt megbélyegzik a saját érdekeikért kiállni kívánó államokat. Tehát ebben ugye gyakorlatilag Magyarországgal folyamatosan példást statuálnak, de nyugodtan említhetnénk például Lengyelországot is. És egyfajta ilyen lopakodó hatáskör elvonást hajtanak végre. Mi a megáll, mi a fegyver, mi a muníció az ellen? Tehát, hogy van közös alap, ugye ha már a portugál példát mondjuk megpróbáljuk továbbvinni, ha már mondani kéne valamit, ami alapján Portugália vezetői, meg Magyarország vezetői az elmúlt ezer évben és most is kulturális, civilizációs alapként beszélgetni tudnak egymással, hát az mi a kereszténység, a katolikus egyház. Tehát, tehát, tehát a probléma az pont az, hogy volt, volt egy olyan meg van egy olyan civilizációs alap, ami az elmúlt évszázadokban is, és ez nem hitéleti kérdés, tehát most nem a hitéleti, nem az egyéni hitéleti kérdéseket szeretném kinyitni, az mindenkinek a, a, a magánügye, csak azt kell látni, hogy az, mi, mielőtt Európai Unió létezett volna, előtte is voltak érdekegyeztetési fórumok, előtte is voltak ritusok, előtte is voltak tárgyalások, előtte is voltak Megegyezések, előtte is volt intellektuális vita. És előtte is volt egy olyan kötőanyag, aminek az volt a feladata, hogy az Európán belüli konfliktusokat egy közös civilizációs alapból kiindulva el tudja rendezni. És ez a kötőanyag, ez a kereszténység volt. Pápával, Rómával, a világi hatalmon túli hatalmával, azokkal az etikai, diplomáciai, külpolitikai normákkal, amiknek teológiai alapjai voltak, és, és ne, nem mindig tudott sikeres lenni, de ez volt a párbeszédnek az alapja, ez volt a közös nyelv, ez volt a, ez volt a, a, a történet, amin keresztül a konfliktusok feloldásának módja el tudott indulni. Ez egy létező dolog. A probléma az abból adódik, hogy jelen pillanatban, most politikai okokból, ebben talán majd később menjünk bele, vagy egyáltalán nem is kell belemenni, de van egy olyan politikai elképzelésrendszer, ami ezt az alapot, úgy, ahogy van, ki akarja dobni. Hát zárójelbe te azt mondja, hogy ez, ez, egy, ez egy régi dolog, ez, ez egy értelmetlen, ez egy anakronizmus, ez, 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 ez nem lesz alkalmas a XXI. század kívánsága kezelésére. Vagy a culture cancel. Hát igen, többek között az is ennek egy, egy része. De, de 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 akkor mi maradt helyette? Tehát minden más, ami alap, az, 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 az kevésbé szilárd, kevésbé kulturális talapzatú, nagyon könnyen átpolitizálható, tehát még az olyan alap is, mint ami egyébként az európai kultúrának része, mondjuk a demokrácia vagy a jogállamiság, ezek az európai jogrendszereknek, európai kultúráknak része. De hát nézzük meg, mi történik velük. Azonnal valaki át tudja politizálni, és azonnal valaki berakja a napi szintű politikai présbe, és mint egy ilyen érvkészletet használja a politikai céljai eléréséhez. Tehát az, hogy egy közvetítő közeg legyen, arra nem alkalmaz. Nem véletlenül használták több száz éven keresztül a keresztény gondolatot, a közvetítő közeg és nem hagyták azt, hogy az éppen aktuális konfliktusok keretében átpolitizálódjon. Volt olyan, hogy átpolitizálódott az volt az, amikor a francia udvarba fogjul a pápát. Olyan volt. Csak aztán egy idő után mindenki rájött, hogy ez, ez nem egy innovatív megoldás, hanem ez inkább a diszfunkcionális működésnek az egyik jele. Most bocsánat, abba ezeket a borzalmas történelmi analógiákat, csak mégis, ha már szabad egyetemi előadás, akkor kicsit kiélem az ezirányú dolgaimat, amit a napi politikában nem tudok megtenni. De hogy, de hogy épp ezért probléma az, hogy ezt kidobjuk az ablakon, mert nincs helyette más, és ezért nagyon nehéz ezen keresztül a probléma kezelésnek az intellektuális, kulturális, civilizációs alapjait megteremteni. A másik része a kérdésnek az ugye a bizottságra vonatkozott. Ott pedig, tehát ha már Európa alapjairól, pilléreiről beszélünk, akkor a, ez talán a tankönyvekben benne van, legalábbis amiket régen én még az írásukban itt az NKN részt vettem, azokban még benne volt hogy az egyik alapja az a, az a jog, és ugye a, a római jog. Tehát És szerintem ez még mindig egy működőképes alap tud lenni. Tehát ha ezt a nagyon nehéz feladatot, management feladatot, leadership feladatot, politikai feladatot, ami Európa egybetartása és az európai integráció fenntartása, védése, erősítését jelenti, ezt komolyan gondoljuk, akkor... Egyetlen egy olyan terület van, ahova vissza tudunk fordulni, ez a jog. Az alapszerződések és az egyes intézményeknél az alapszerződésekben meghatározott szerepfelfogások. Tehát az Európai Bizottsággal nem az a problémánk, hogy úgy viselkedik, ahogy az alapszerződésekben meg van határozva, hogy a bizottságnak hogyan kell viselkednie, hanem az a problémánk, hogy az a homlok egyenest ellenkezőképpen viselkedik. Ha úgy viselkedne, hogy az alapszerződésekben le van írva, hogy a bizottságnak hogy kell viselkednie, akkor semmi problémánk nem lenne. Még akkor sem, és a lengyeleknek sem lenne semmi problémájuk. És még akkor sem lenne probléma, hogyha bizonyos ügyekben az alapszerződés, a bizonyos ügyek esetén az alapszerződés adta keretek között kiderülne, hogy a mi álláspontunk az, az nem megfelelő az európai jog szempontjából, ha, e, hanem a bizottság álláspontja a helyes. A probléma és a diszfunkció és, a, és az európai Érde, európai értékekre leselkedő legnagyobb veszély az az, hogyha az európai intézmények, a brüsszeli intézmények az alapszerződésre adta keretek és szerepfelfogások közül kilépve egy saját politikai agenda mentén kezdenek el. Öm, öm, tárgyalni. Tehát, mert onnantól kezdve megszűnik a jog, meg minden nincs közös kulturális civilizációs alap, hiszen a lebontáson dolgoznak, nagyon nehéz helyreállítani az együttműködést. Tehát mikor azt mondják, hogy a tárgyalunk egy igazságügyi reform kapcsán, és azt mondják, hogy az európai jogállamisághoz az kell, hogy az egyik szervezet vezetője ne legyen újra választható, a másik szervezet vezetője viszont újra választható legyen, és mindezt úgy kell az európai jogállamiság legnagyobb dicsőségére végrehajtani, hogy az egyik esetben a folyamatban lévő mandátumra is kell az új szabályt alkalmazni, a másik esetben meg nem szabad a folyamatban lévő ügyre, a, 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 hogy mondjam, a folyamatban lévő mandátumra az új szabályt alkalmazni. Akkor itt hol a jog? Meg hol a jogállamiság? Tehát ez, akkor, ez, ez, ez ez, ez, megszűnt. Ezt akkor föllőttük magunkat a stratoszférába, elhagytuk a területet, és, 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 vége a beszélgetésnek. Tehát ezek nagyon veszélyes dolgok, és, és, nem azért veszélyes dolgok, mert, mert most éppen Magyarország kapcsán kerülnek elő, meg Lengyelország kapcsán. ősi európai nemzetek, meg fogják oldani, mi már itt vagyunk 13 éve, már három bizottsággal működtünk együtt, együtt fogunk működni a negyedikkel, is, az ötödikkel, és a hatodikkal is, tehát, tehát az idő az a mi kezünkön van, nem az ő kezükön, de, de, és nem is az országok kérdéséről van szó, mert a megállapodások majd előbb-utóbb meg, meg, fognak születni, hanem, hanem az európai egység és az európai együttműködésnek a fenntartása, az az, ami, ami nehézé válik, és ezért kell általánosságban, nem magyarként, nem lengyelként kell tiltakozni ezen eljárások ellen, hanem európaiként. Balázs, arra kérlek, hogy egyetlen egy dologról beszéljünk meg röviden, és aztán megnyitjuk természetesen a lehetőséget a nézői vagy a hallgatói kérdések előtt is, de emellett úgy gondolom, hogy nem menjünk el azért szó nélkül. Múlt héten ismét Budapest adott ugyanis otthont a konzervatívok legnagyobb nemzetközi fórumának vagy konferenciájának, a szípeknek. Ennek kapcsán fogalmaztál úgy, hogy Magyarország összekötő kapocs kíván lenni a migrációt és a gender ideológiát ellenző, valamint a háborúra nemet mondó konzervatív erők között. Éppen, hogy jelenleg ezen témák okán áll Magyarország a támadások keresztüzében, erre érintőlegesen te is utaltál már, meddig tartható fenn ez a mi sajátos magyar politikánk? Hát minimum még ezer évig, szerintem. Tehát az elmúlt ezer évben egész jól elbodogoltunk a sajátos magyar külpolitikánkkal, ami, ami, ami mást jelentett nyilván történelmi korszakokban, de azért mindig egy, 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 sajátosságot jelentett, ami egy nemzeti érdek. Tehát azt sosem szabad elfelejteni, hogy, hogy és ilyen szempontból a közép európa és a magyar konzervatív gondolat az mindig picit más volt, mint az angol száz konzervatív gondolat. Tehát az angol szász országokban a konzervativizmus, az hagyományosan mindig a tradíciót, a hagyományokat, a régmúlt tiszteletét jelenti, és arra a gondolatra épül, hogy ami régen jól működött, csak azért, mert régen volt, azért azt nem kellene kidobni. Tehát persze mindig van tere a a fejlődésnek és az újításnak, de ami jól működött, azt nem kell megjavítani, csak ami rosszul működött, azt kell megjavítani. Ugye ez az angol száz konzervatív tradíciónak az alap. A magyar konzervatív tradíció az sosem ez volt, pontosabban ez is az eleme volt, de nem ez volt a vezérlő csillaga. A vezérlő csillaga az mindig a nemzeti érdek volt. Tehát az, hogy a konzervatív politikának Nemzeti érdeket kell szolgálnia. Olyan mód, olyan döntéseket kell hozni, ami, adott esetben, ami az adott helyzetben a nemzetet erősebb, erősebb pozícióba rak, és olyan döntéseket nem szabad hozni, amik az adott helyzetben a nemzetet gyengébb pozícióba hozzák. És az intellektuális mérlegelés az nem az, hogy régi, új, megtartsuk-e, ne tartsuk meg, hanem hogy mi a nemzeti érdek, és mi az, ami annak megfelel, azt erősíti, és mi az, ami annak nem felel meg, és azt nem erősíti. Ezért van az egyébként, hogy a, a mondjuk a 19. századi magyar konzervatívok is bizonyos esetekben azt mondták, hogy mondjuk a magyar államvasutakat az osztrák államvasutakkal együtt kell működtetni osztrák tulajdonba, aztán azt mondták, hogy magyar tulajdonba kell működtetni, aztán így kell csinálni, úgy kell csinálni, mert a dolognak nem az a lényege, hogy így csináltuk, úgy csináltuk, akkor annak úgy kell lenni, hanem az a lényeg, hogy éppen aktuálisan a nemzeti érdek képviselt a szempontjából, melyik az a formátum, ami megfelelő. Ebből érthető meg, hogy a magyar kormány egyébként, miközben identitás politikai kérdésekben valóban konzervatív vonalon van, gazdaságpolitikai kérdésekben, és egyébként az államirányítás bizonyos kérdéseiben, miért hoz néha Egyébként mondjuk klasszikus liberális vagy klasszikus szociáldemokrata irányból levezethető döntéseket. Mert az adott helyzetben az szolgálja a nemzeti érdeket, és a magyar konzervatív gondolkodás szempontjából mindig azt a döntést kell választani. Tehát tehát, tehát ez a kiinduló pont. Most ezen belül szerintem a magyar gondolkodás az Magyarország elmúlt 13 éves, külpolitikai és diplomáciai tevékenysége az országot kifejezetten felértékelte. Tehát mi a nemzetközi, a nemzetközi porondon, a nemzetközi világban katonai erőnknél, gazdasági súlyunknál, népességünknél jobban, felülreprezentáltabban vagyunk elkönyvelve. Ismernek minket, tudják, hogy hogy mikik vagyunk, komolyan is veszik, nem mindig értenek egyet az álláspontunkat, de komolyan is veszik az álláspontot. A magyar álláspont megkülönböztetett, intellektuálisan alátámasztott, és egy nagyon komoly szövetségi rendszerbe beágyazott. És ez a szövetségi rendszer a nyugati világon belül is megjelenik, és a nyugati világon kívül is. A nyugati világon kívüli kapcsolataink azok nagyon komolyan erősödnek, és a nyugati világon belül is azok, akik a nyugati civilizáció jövőjéről hagyományosan hasonlóképpen gondolkodnak, mint mi, ezek mondjuk a konzervatív, jobboldali, kereszténydemokrata, republikánus, teljesen mindegy, hogy minden országban másképpen nevezzük őket, ők kifejezetten Magyarországot stratégiai partnerként könyvelik el, a többi országról, mondjuk a környező országokról nem gondolkodnak hagyományosan. A liberális oldal pedig Magyarországot nem stratégiai partnerként, hanem stratégiai veszélynek könyveli el. Az, ezzel, az ebből összefüggő politikai nyomásgyakorlásokat, meg támadásokat, azokat nyilvánvalóan ki kell védeni, azokat kezelni kell, azokat el kell hárítani, és egyébként abból a, abból a kiinduló pontból viszont, hogy a nyugati világ minimum fele, Magyarországot stratégiai partnerként tekinti a civilizáció jövőjéről szóló diskurzusban, abból kell olyan napi szintű eredményeket és napi szintű, hogy mondjam, sikereket kovácsolni gazdaság, kultúra, politika területén, amivel a magyar nemzeti érdeket szolgálni tudjuk, Magyarország erősödését, békét, biztonságát szolgálni tudjuk. Ez történik.